guys and girls. Na hát, sziasztok srácok! Végre van erről a fiókról is videó, és akkor szerintem kezdjük is, story, gaming végig. Nem csinálunk semmit, csak játszunk, és játszunk, és játszunk. Tehát most jön ugye az a dolog, amit még nem tettünk meg, hogy a deckünket átalakítjuk, azóta ugye már van egy pár karakterünk, így pluszban. Nekünk az a feladatunk, hogy Orihimét betegyük a deckünkbe. Így, ideig tökéletes. És akkor... És most újra lejátsszuk ezt a meccset, ugyanis azért mínusz egy csillagoztunk, mert nem olvastam végig. És ebből kifolyólag nem működött minden úgy, ahogy kellett volna, és be kellett volna tenni Orihimét a deckbe ahhoz, hogy megkapjuk a három csillagot. De hát mindegy, most már ez van. Most újra játsszuk, és akkor majd reméljük minden jó lesz, és nyerőbe meg is mutathatom az Orihime karaktert, hogy mennyire erős, gyenge, mégis mire jó, mert hát maga az Orihime karakter, mint aki ismeri a történetet, az tudja, hogy hát nem valami erős az a csaj. De azért menő a képessége. És most átváltunk Orihimére, sima atakja ugye, az egyszerű lövés. De fura hangja van, amikor így. És ha megütöd, ugye akkor lesebződik, de felhíleli magát. Nincsen villámlépése, tehát ő is csak így gurgulázik össze-vissza. Mint ahogy a Sado. Tehát sem szonyidó, sem villámlépés, szuppó, semmi nincs. Ezeket most gyorsan szétütjük. És maradunk Kisukénél, ha lehet, ugyanis sokkal erősebb és jobb érzés kezelni azért egy erősebb karaktert. És akkor most jön a boss battle. Na. Itt segítségül hívtuk Nemut. Mármint a karakter a Nemu, a rendes embernek a, vagyis hát tulajdonosnak a gamer nevére nem emlékszem. Na látjátok. Én se vagyok túl profi az ilyenek megjegyzésben. És plusz egy csillag, ez az. Nagyon örülünk neki. Menjünk a következőre, és most elolvassuk, hogy kell-e valaki a deckbe. Mert ha nem, akkor jó, de ha igen, akkor az gáz. Nem kell senki a deckbe. Akkor kivesszük az Orihimét, mert semmire nem jó. És betesszük a helyére Yoruichit, mivel ő is három csillag karakter, kíváncsi vagyok az ultiára. Úgyhogy, ja... És akkor, ugye
aki nem ismerné a történetet, azért annak elmondom, hogy Yoruichi rohadt erős. Ő egy régi kapitány, aki megszökött, és egy csomó minden bonyolult dolgon átesett, és őnek nincs lélekölő kardja, tehát ő ilyen karatés módjára vág össze-vissza mindenkit a lábával, meg a kezével, és így nem használ hozzá semmit, hogy bármi is, bármilyen fegyvert vagy ilyeneket nem használ. És akkor lassan már betölt, és tudjuk játszani. Ugye még Ichigo és Ishida mindig küzdenek, hogy vajon ki lesz a jobb. Egy egyszerű lábas rugások az alap ütései, ahogy láthatjátok. Itt megmutatom, ilyen szuper kombó rugások. Ő képes már a villámlépésre, ugye hát villámléptő Yoruichi a magyar szinkronba. Azt, amilyen pörgő rugás volt. Na és akkor most így használjuk el az ultiát, csak így poénból. Azt a büdös! Az szép volt! Na jó, maradjunk Kisuke-nél. Fuss, Kisuke! Ezt nektek, hülye holovok! Na. Ó, neki megyek az oszlopnak. Tehát ez így sima ütéssel kiszedi a nagyobb holovokat is. Még ugye az Ichigo, aki ugye két csillagos volt, hát nem nagyon arról volt híres, hogy bármit is le tudott volna győzni. Most ugye meg itt van Holovicsigó, egy hitelt a bosszot, tehát így nem is fűzök hozzá semmit. Tehát az full Holovicsigó, ez egy külön kategória, ahhoz nem piszkálunk hozzá, mert az nagyon állat. És három csillag, négy darab Spirit Orbs, és már megint kaptunk egy Orihimét. Na. Gyerünk, gyerünk. Tovább kell menni. Megjelenik az első Menos Grande Karakura városban. Nem tudunk magunkkal vinni senkit, ugyanis... Ó, de. Ez az alsó fickó, ez az EJ, ő a barátunk, őt magunkkal visszük, mert hát mégiscsak egy Menos Grande, amitől félünk, mert a Menos Grande rohadt nagy, és egy hitel. Tehát nem csoda, hogy Ichigo végül le tudja győzni a legfőbb ellenfeleit is. Ha csak abba belegondolunk, hogy így fél halálisten erővel ketté vágott egy Menos Grandét, azért az durva. És onnan már csak erősödött. Tehát persze, hogy nem jelentett neki nagy gondot szétvágni egy eszpádát, vagy hasonló erősebb holovat. Na. Tehát, akkor egy kicsi információ. Ugye a Menos Grandék akkor jönnek létre, amikor a holovok, tehát ezek a kisebbek, jóformán felfalják egymást, vagyis hát így egyesülnek végül is, és egy ilyen óriási, hatalmas szörnyet alkotnak. Ami nem más, mint a Menos Grande, aminek csak a feje fér bele a Boss Battle feliratba, mert óriási. Ezt a képregényt végignézzük, hát ha lesz benne Menos Grande. És a Menos Grandék azok ugye tudnak már szerót lövelni a szájukból. Ez egy ilyen cucc. Igazából ugyanolyan, mint Ichigónak a gecugája. Igazából.
És hát ez a Menos Grande is ezt a sugarat itt lövi a pofájából. Úgyhogy erős. Erős ellenfél. De le lehet győzni, ugye láthattuk. Akkor így kidől, és ennyi volt. Azaz érdekes, hogy a Menos Grande-ek mind egyformák. Tehát ugye ezek a Gilliánok csoportjába tartoznak, és az összes egyforma. És náluk még vannak erősebb holovok. Kaptunk megint egy challenge bónuszt, és karaktereket is. Nagyon örülünk neki, de még nincs itt vége, úgyhogy megyünk, és harcolunk tovább. Újabb képregény következik, szerintem ezt elpörgetjük. Mindegy, ez szerintem nem fontos. Ugye most fog jönni az a rész a sztoriba, amikor Rukia fogja magát, eltűnik, és így senki nem tudja, hogy hol van, és ugye Ichigót pedig, hát, hogy is mondjam, majdnem kinyírják. De végül is sikerül majd megmenekülnie, és akkor ezt szeretnénk mi végigjátszani. Este van ugye, Rukia eltűnt, Ichigo pedig elindul megkeresni őt. Hát Ichigónk most pont nincs, de Kisukénk van, és ő is szerepet játszik ebbe az egészbe. Ugyanis Ichigo majdnem meghal. De mivel nem körülbelül nem 20 részes az anime, ezért gondolja az ember azért, hogy hát nem hal meg. Hát Ichigo nem hal meg, ugyanis Kisuke megmenti. És addig edzi, amíg újra halálisten nem lesz. És akkor itt csak ilyen sima minyon holovok. Ezek a kis picikék, mondjuk ez egy erősebb fajta. Egy ultit benyomjuk, Benihime, gyerünk, dír. Kettévág egy hitből, és... Na, a következő részek környékén, amiket most még le fogunk játszani, azoknál nem akarom megtörni a sztorit, de valahol errefelé lesz majd szerintem egy új boss, ha jól tudom. Nem mondom el, hogy ki, igen, ebben már lehet, hogy lesz egy új boss. Ja. Csapassuk neki. És akkor szerintem toljuk is, 30 hit kombózt kell összegyűjtenünk. Ez azt jelenti, hogy 30-szor kell úgy leütnünk holovokat, 30-as kombót, ott fölül számolja a kombót. Akkor kapunk kombót, ugye, hogyha kinyírjuk őket, de ők nem tudnak megütni minket. Ez néha nehéz. Nagyon nehéz. De tehát ezt lehet, hogy majd utólag bepótoljuk, ha nem sikerül, ne, esetleg. Ugyanis nagyon nehéz 30-as kombót készíteni, de van, ahol... itt most már meg lesz a kombó. Jó, megvan. 30-as hit kombó. Az az érdekes, hogy nagyon nehéz hit kombókat ugye csinálni. És ez azért fura... Mert most még csak itt siránkozunk, hogy úristen, 30-as hitkombót kell csinálni. Később meg majd lesz 50-es, 100-as, és hát nekem már megvan a 700 hitkombóm a másik fiókkal, ahol már 6 csillag karakterem is ugye vannak. Na, ez egy újfajta holó. Ez ilyen nagy darab. És ahogy láthatok, tüzet okád a szájából. Vagyis hát nem is igazából a szájából, ez egy grafikai hiba. Hogy nem a szájából okadja a tüzet, hanem itt a, amikor kinyitja a száját, így a maszkja alól jön ki a tűz. Ez egy kicsit ilyen programozásbeli hiba lehet, de
De nekem semmi bajom nincsen vele. És elértük a 20-as levelet, megint kaptunk bónuszt, úgyhogy hazamegyünk, összeszedjük a bónuszt, és akkor már meglátjuk, hogy mi lesz még. Tehát itt is van 2, ott 21. Ú, az tök jó, Spirit Orbzok. Na, összekollekteljük. Daily Challenge-ből is. És ezek miért special daily cuccok? Tehát ezt még sose értettem meg. Na mindegy. És a freebe is kapunk 5 darab Soul ticketet, csak azért, mert végül is megöltünk egy pár embert. És ha végül is kijátsszuk az első partot, akkor már kapunk alapból egy 5 csillag karakter, tehát így azt majd így fejlesztgetni fogjuk, azt a kis range-it, amit fogunk kapni. És nézzük meg itt a kezdőkészlet, hogy így mondjam. Ugye ezek a kezdők számára fenntartott ilyen küldetések, missionök, amik elég sok bónusszal járnak, és megéri őket végigcsinálni. Egyébként innen is el tudnám indítani magát az egészet. Tehát a küldetéseket, de ezt most nem ejtem meg, ha nem bánjátok. Tehát még összegyűjtjük a Spirit Orbs-okat, és akkor szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra. Emellett nézd meg a többi videóimat is, amit most bevágtam már a videó végére, úgyhogy ott is meg tudjátok őket tekinteni, és tudtok választani. Még egyszer köszönöm a megtekintést! Sziasztok!